Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és most ebben a videóban nem más lesz, mint nullnak fogjuk a bázisát megkeresni lehetőleg. Amint tudjátok, null nem egy igazán békés személy, szóval nem tudom, hogy milyen dolgom lesz vele, gonosz lesz, alapból engem nem akar bántani, vagy alapból engem bántani akar, fogalmam sincs, szóval ezt most biztos, hogy ki fogjuk valahogy deríteni, legalábbis megpróbáljuk. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Na de ugye kaptunk egy kis húst, meg kaptunk egy iránytűt, ami ugye jelző, hogy merre van meg minden. Gyorsan adok egy kőkardot, hogy ne legyek teljesen védtelen, mert egy null ellen legalább egy kőkard, de szerintem a minimum az egy élesség ezres gyémánt kard lenne, hogyha logikusan kéne gondolkodni, de mindegy. Na, megcsináljuk ugye a facsákányt, nagyszerű és gyors, hogy akkor szedek pár követ. Közben srácok, ugye meg lett a 8000 feliratkozó, amire nagyon, hát nem is azt mondom, hogy nem számítottam, hanem nagyon örülök neki. Na várjátok, közben kicsikét így, jó, így feljebb állítottam így a mikrofont. Na, nagyon örülök neki, és ugye ígértem nektek, hogy hónap végén lesz majd egy sorsolás. Nem is hónap végén, hanem így majd ilyen 22-23 fele majd biztos, hogy fogok tartani, sőt lehet, hogy már 20-án megtartom. Egy ilyen kisebb kis sorsolást, a váltok közül ott hagytam a crafting table-t. És erre a csatornára ugye ki fogok sorsolni egy Mindside-os terméket egy illetőnek. Tehát egy Mindside-os pólót valószínű. És hogy is mondjam, majd erre ugye a következő valahány napban biztos, hogy sor fog kerülni. Mondjuk eléggé király lett volna, hogyha 10-zer subra. Ó, közben itt vannak házak. Eléggé király lett volna, hogyha 10-zer subra tudnám kisorsolni, de ugye azt mondtam nektek, hogyha egy nap összejön 1000 subscribe, akkor fogom. És 1300-an iratkoztok fel rám, ami eléggé komoly. Nem tudom, mik vannak amúgy ebben. Ezek ilyen eléggé, nem tudom, fura helyek. Na mindegy, szerintem folytatom az iránytű követését. Mik vannak ide építve, srácok? Nagyon durva. Ja, maga még nagyon fontos, egy jelzőfény lesz majd ott, ugye nullnak a lakásánál. Szóval, olyan 20-a környékén lesz majd egy videó. Ó, meg is van, királyság, oké, az lesz az. Szóval a 20-a környékén lesz egy videó, nem tudom végigmondani, mit akarok. És ugye abban majd valószínűleg elmondom, hogy mit kell tennetek, hogy nyerhessetek. És majd ugye majd arra rá, körülbelül egy ilyen, mennyivel egy... Rá egy ilyen 4-5 napra, majd live-ban fogom több mint valószínűleg kisorsolni a nyertest. És úgy lesz, hogy majd ugye a live elején kisorsolom, vagy sőt nem. Majd csinálok egy live-ot ugye a Mindside-on, és live végén fogom kisorsolni majd a dolgokat. Amúgy, igen, megérkeztünk közben, miközben nagyon szépen... Ne! Elfelejtettem ízét csinálni, srácok. Ne már! Annyira beleéltem magamat a beszélgetésbe, hogy nem csináltam kardot. Na várjatok, gyors, megcsináljuk még. Édes Istenem, halljátok, nagyon belemerengtem ebbe az egészbe. Jó, ezeket így elrendezzük, nagyszerű. Jó, az iránytűre már nem hiszem, hogy szükség lesz, de azért, hogy tudjuk, hogy merre kéne menni, hogyha bármi gond van, akkor azért még jó lesz. Nem túl szép, nem túl szép vár ahhoz képest. Ó, de jó. Nagyszerű, jól van. Körbe kéne nézni, hogy egyáltalán találjunk valamit, amivel bármiféle, nem tudom, nyomot találhatunk, és talán egy kicsit megkönnyebbíthetjük a helyzetünket. Hát erre semmi nincsen, nem baj. Akkor elnézünk a baloldali oldalára a kasnak, de aha, ez lesz így az ilyen étkezde. Milyen király már ez a víz? Ez lesz itt az étkezde, esetleg a festmény... valaki megnyomott valami. Ezt hallottátok? Valaki megnyomta azt a izét, zenét. Nyomogatja valaki a zenélős dobozt. Senki nincsen. Nem tudom, hogy halljátok-e a videóban lévő zene miatt. Mert lehet, hogy egy kicsikét hangos, és nem annyira lehet hallani, de... Én hallottam amúgy, hogy... valaki nyomogatta itt a zenés cuccokat. Na mindegy! Egy villám, oké. Nagyon barátságos ez a dolog. Minden festményt meg kéne nézni, hogy... Biztonság kedvé, nem, hogy valamit kihagyjak. Ez itt a másik bejárat, jó. Akkor menjünk fel egy emelettel feljebb. Itt baloldalt esetleg... Semmi nincsen, jó. Itt esetleg ebbe a kis szobába semmi nincsen, de álljatok. Itt sincsen semmi. Ennyire üres nullnak a izéje, palotája. Jó, mindegy, következő életcélunk, vagyis célunk, hogy meg kéne őt keresni. És vérek vannak itt. Ez előbb is itt volt, srácok? Erre nem emlékszem, hogy ez előbb is itt lett volna. Na várjatok, én ezt elkezdjem követni? Ez ide vezetett.
Ez konkrétan ennyi. Ennyi volt. Jó. Mindegy. Olyan, hogy ott is ott van egy. Jó. Én elkezdem ezt követni. Kivezetsz? Nem. Balra. Ott repkedsz. Ott repkedett valaki egy vöröskővel. Oké. Ide kintre semmi nem vezet. Jó. Errefele semmi nem vezet. Ott sincs semmi. Jó, akkor valahogy villámoznak. Jó, elkezdem követni. Itt egy chest. Itt egy chest. Belemerjek nézni? Persze, hogy belemerjek nézni. LOL, élesség 5. És 4 darab ópialma, meg egy gyémántszet. Na, jó, legalább találtunk... Nem bírom kinyitni a chestet. Legalább találtunk valami felszerelést, amivel jobban talán meg tudnám magamat védeni. Viszont ez egy eléggé... nem is tudom, kevésbé bizakodó jel arra, hogy valószínűleg harcolnom fog kelleni. És harcolnom... Hogy mondják ezt? Harcolnom kell majd. Így van, na. Ez eléggé bizakodó jel arra, aminek nem nagyon örülök. Hát mindegy, na most mi a következő? Most mit kéne csinálnom? Most kéne megtalálnom? De az egész palotát már kb. Végigjártam, és sehol nincsen. Az a legrosszabb az egészben. Mindegy, akkor lehet, hogy én megint lemegyek. Mert lent szóltak ezek a zenés dolgok. És, na várjatok, nem lehet, hogy esetleg valamivel meg kéne idézni, tehát így Herobrine, Herobrine, gyerek. Ja nem, nem is Herobrine, null. Ja, kedves null, kedves null, gyerek. Megjött. Ez nagyon durva. Úristen, de rondán néz ki. Hello null, szia! Hogy vagy? Vagy mi a helyzet? Ez komoly! Ez bevált, srácok! Jó, akkor mostantól, aki meg akarja idézni nullt, az most már tudja, hogy mi a dolga. Nagyszerű, ír legalább nekünk valamit, talán annyira mégse lesz gonosz, de már az arcából így meg tudom ítélni, hogy nem túl kedves alak. Szia! Mit keresel itt? Hát téged akartalak megkeresni, hogy milyen is vagy, milyen is a bázisod, milyen helyen élsz, és ilyenek. Aha, tehát igen, látom, tök szép, meg minden. Mi a helyzet veled, kedves null barátom? Hogy vagy? Nagyon remélem, hogy nem lesz ilyen fenyegető típus, és jó fej lesz velünk. Figyelj, lehet, hogy még amúgy itt még van elrejtve izé cucc, csak nem találtam meg, hogyha már ott volt egy chest. Ja, amúgy nem tudom, hogy azt te raktad le nekem, azt a cuccot, ami ott volt, de köszi szépen, amúgy nem loptam, ez ott volt, egy ilyen vöröskő, vagyis hát vérnyomot követtem. Hát nem nagyon vagyok jól, mivel megtaláltál. Aha, szóval, amivel megtaláltalak, ezért most nem vagy jól. Ennek most mi köze van egymáshoz? Én nem akarok vele tényleg semmiféle balhét. Én csak megkerestelek, inkább azt mondom. De figyelj, én csak egy ilyen interjút szeretnék veled gyors készíteni. Hogy vagy, kedves null, mi a helyzet? Meg foglak ölni. Ó, az csodás. Én meg lehet, hogy elmenekülök. Null, nem már felszedt egy gyémántszettet, nem már. Null, figyelj, nem már. Miért kell megküzdenünk? Figyelj, én nem gondoltam, hogy te ennyire, mondjuk, de elgondoltam volna, de... Én... most belém villámozott. Jó, oké, kiállok ellened, csak ne villámozz, gyere. Akkor legyen legalább egy igazságos 1v1, jó? Gyere ide be! Úgyis vannak OP cuccaim. Ó, ne, neki is van OP almája. Milyen kardod van, null? Mutasd meg! Haha, noob, nekem jó. Na, kezdjünk bele! Gyere, null! Gyere! Na! Srácok, ki fogjuk a kőjütni nullt. Én nem, engem nem érdekel. Én legyőzöm őt, mondjuk nem tudom, hogy igazságos 1v1 lesz, vagy fog valami szinten csalni. Esetleg, de jók ezek a dobozok itt közben, amik itt szólnak. De ahogy látom, eléggé gagyi. Közben a messengerem a háttérbe üvölt, na ezért bocsi amúgy külön. Na, null, nem fogod te sokáig bírni ellenem, ebbe biztos vagyok. Amúgy tényleg nagyon jók vagyunk ahhoz képest. Beveszek még egy ópialmát a biztonság kedvéért, hogy nehogy baj legyen. Nem tudom, hogy neki mennyi ópialmája van. Hú, sok, ahogy látom. Nagyon sok. Nem baj. Mi fogunk utoljára maradni. Én nekem azért élesség nem tudom hányas, nem meg se néztem. Élesség 5-ös gyémánt kardon van neki, meg egy sima. Szóval elvileg mindenféleképpen le kéne tudnom őt valahogy győzni, hogyha minden mellettem áll, meg lassan már le is kéne kopni a srácnak. Mennyi? Én azért már elkezdtem lekopni. Azért az élességnek gyorsabban le kéne őt sokkal koptatnia. Jó, kikerültük, kike... Ú, de jól ki tudjuk őt kerülni, srácok.
kezd fogyni az ópiámán mondjuk, amivel ő neki nem enchantolt kardja van. Eléggé gyengéket üt szóval. Ezt annyira nem is viszem nagy dologra, de nem baj, oda tudjuk verni nullt. Ez az! Easy! Easy! Oda vertük, és most amúgy még élni fog, vagy most így eltűnik örökre? Tehát most egy jó kérdés, hogy ilyenkor ezt ő túléli, vagy mindegy, nem baj, én így itt hagyom a szettjét, örök megemlékezés, kidobom a kardjait, a tábláit, a mindenét. Várjátok, gyors kéne, kerestem egy virágot, azt is gyors odaadom neki. Igen, így is van. Én megpróbáltam. Boldog születésnapot, boldog karácsonyt, boldog adventet, minden boldogat, meg minden stb. Srácok, én Dani voltam, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok, hogy velem, nem bírok beszélni, hogy velem tartottatok, hogyha még szeretnétek ilyen videókat, akkor ugye csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjatok meg a csengőt, csekkoljatok le a többi csatornámat, és ugye ne felejtsétek el, ez a premier után 2 percre a nagy csatornámmal is, és hogy mondjam, 2 percre rá kezdődik a nagy csatornámon a következő premier. Szóval ott is várlak titeket, ott leszek a chatben, meg minden, stb. Stb. És hát ja, csekkoljatok le az MC Shopot, a www.mysetbook.hu-t, meg minden. Én Dani voltam, és nagyon szépen köszi, itt voltatok. Sziasztok!